Hatalmas lángokkal égett a tűz az Intercord udvarán a múlt héten. Azóta gomolyog a füst a környéken. 9. napja. A közelben lakók panaszkodnak. Ez a két asszony is a füst miatt kesereg. Ima dima kaliko očete ovaj noćom i ujutro i stalno se puši. Sve smrdi. Ne može da se diše normalno, ne može da se kuća provetrava. Ujutru kada ustanemo isto jako dima ima. Katasztrófa. Dokle će da gori, ne znam. Több mint egy hete annak, hogy hatalmas lángok csaptak fel az Intercord udvarán. A tűzoltók még aznap megfékezték a tüzet, a füst azonban maradt. A közegészségügyi intézet egy héttel ezelőtt külön mérőműszert helyezett ki, alig pár száz méterre a hulladék újrahasznosító gyártól. Eddig folyamatosan mérték a légszennyezettséget. A kén-dioxid, a nitrogén-dioxid és a krom koncentrációja az utóbbi héten a törvények által előírt kereteken belül maradt, és a hatóságok további elemzéseket az intézménytől nem kértek. Ennek ellenére nem állítható egyértelműen az, hogy a levegő, illetve az állandó füst nem káros az egészségre. A méréseket ugyanis az említett három összetevő vonatkozásában végezték el. Esetleges egyéb anyagok jelenléte így nem mutatható ki.